Az első feladat a SketchUp logójának elkészítése lesz, amely a jobb felső sarokban látható. Ennek a példának a kapcsán több alapvető rajzeszközzel is meg fogunk ismerkedni, így fogjuk használni a téglalap, a vonalrajzolás eszközöket, a párhuzamos és a kihúzás eszközt, a törlést és a festés eszközt. Lássunk is neki a feladatnak. Először is a középen álló hölgy alakját ábrázoló objektumot kell eltüntetnünk. Ezt nagyon egyszerűen megtehetjük. A kiválasztás eszközt alkalmazzuk. Ezt ugye a bal felső sarokban a fekete nyílra kattintva, vagy a space billentyű megnyomásával érhetjük el. Bal gombos kattintással jelöljük ki az objektumot, majd a delete billentyű megnyomásával kitörölhetjük a modelltérből. Így egy teljesen üres rajzterületünk lesz. Erre először a logó alapját adó kockát fogjuk elkészíteni. Ehhez egy négyzetből kell kiindulnunk, amelyet a téglalap eszköz segítségével rajzolhatunk meg. Ez az eszköz itt az eszköztár bal felső sarkában található, vagy az R billentyű megnyomásával hívható elő. Látszik, hogy a kurzor átváltozott. Most egy ceruzát látunk, aminek a jobb alsó sarkában egy téglalap látható. Ahhoz, hogy téglalapot tudjunk rajzolni, két átellenes sarokpontot kell majd megadnunk. Az egyik legyen az origó, vagyis a három tengely metszéspontja. Ahogy közeledek ehhez a ponthoz, látható, hogy megjelenik egy sárga kör, ami azt jelzi, hogy a program ráfogott erre a pontra, ki is írja egy címként, hogy most az origót tekinti kezdőpontnak. Ehhez látszik, hogy nem kell a kurzornak pontosan az origóra mutatnia, viszont a program feltételezi, hogy innen szeretnénk kezdeni a rajzolást. Egy kattintással indítsuk el a parancsot, és ahogy húzzuk az egeret, látható, hogy egy fekete téglalap körvonal jelenik meg, amely azt mutatja, hogy ha még egyet kattintanánk, akkor hol alakulna ki a téglalap. Több mindent meg kell figyelnünk. Egyrészt az, hogy bizonyos helyeken megjelenik egy szaggatott vonallal a téglalap átlója, és egy kis címke ebben az esetben arról tájékoztat, hogy most éppen négyzetet tudnánk rajzolni, vagyis a két oldal egyenlő. Még egy esetben találkozhatunk ezzel a szaggatott vonallal, amikor a téglalap oldalai az aranymetszés arányának megfelelőek. A másik, amit meg kell figyelnünk, hogy mivel most úgymond fölülről nézzük a rajzterületet, vagyis a zöld és piros tengelyek által meghatározott síkra látunk rá, ezért a program automatikusan abba a síkba rajzolja a téglalapot. Tehát nem egy ferde állásút, hanem a fő irányokkal párhuzamosan rajzol. Ha a nézetet elforgatom, ugye a középső gomb vagy a görgő nyomva tartása mellett az egeret mozgatom, és úgy állítom be a nézetet, hogy a kék-piros tengelyek által meghatározott síkra lássak rá, elengedem a forgatás parancsot, és látszik, hogy ebben az esetben a téglalapot már a kék-piros síkban tudnám megrajzolni. Ez ugyanígy működik a kék-zöld síkra is. Mi a feladathoz? Válasszuk azt a nézetet, hogy a zöld és piros tengelyek által meghatározott síkba rajzolunk. Mivel a logón látható, hogy majd három egyenlő részre kell osztani az egyes éleit, ezért javaslom, hogy pontos értékeket adjunk meg a program számára a téglalap
esetünkben négyzet oldalaira. Ezt ugye, hogyha 3-3 méterre választjuk, akkor azt nagyon könnyű lesz utána harmadolni. A jobb alsó sarokban látható a téglalapunk aktuális mérete. Most ugye éppen négyzetet rajzolnék, aminek a mérete látszik, hogy 3,27 méter szer 3,27 méter. Pontos értéket úgy tudunk megadni a program számára, hogy egyszerűen ebben az állapotban, hogy még a téglalapunk képlékeny, begépelem minden kattintás nélkül az oldal hosszakat. Ugye látjuk a jobb alsó sarokban, hogy ezt úgy tehetjük meg, hogy az egyik oldal hosszát megadjuk, egy pontos veszőt írunk, majd egy másik oldal hosszát is megadjuk. Ugye négyzetet szeretnénk, ezért beírjuk azt, hogy 3, pontos vesző, 3. Majd Entert ütünk, és létre is jött a téglalap, ami esetünkben négyzet. Amennyiben a beírás közben elmozdítanám az egeret, akkor eltűnne a beírt érték. Ha megvan ez az alap négyzet, akkor most ebből egy kockát szeretnénk előállítani. Ezt el tudjuk képzelni, hogy még hasonló négyzeteket tudnánk rajzolni ide az oldalaira, és akkor összeállna egy doboz, de erre van egy sokkal egyszerűbb megoldás is, ez pedig a push-pull vagy kihúzás eszköz. Itt található az eszköztárban egy fölfelé mutató piros nyír az ikonja. Kattintsunk rá, vagy a P betű megnyomásával válasszuk ki. Ugye ez az eszköz azt fogja csinálni, hogy megmutatjuk neki azt a felületet, esetünkben ezt a négyzetet, amit ki szeretnénk húzni, rákattintunk, majd elkezdjük fölfelé mozgatni az egeret, és látható, hogy kilép a térbe ez a négyzet, és egy térbeli hasáb jelenik meg a képernyőn. Ennek a hasábnak a magasságát a jobb alsó sarokban láthatjuk, és mivel kockát szeretnénk, ezért ugye az kell, hogy 3 méteres legyen ez a magasság, tehát begépeljük azt, hogy 3 és Enter, és ezzel létre is jött a 3 méter oldalhosszúságú kockánk. Ez az objektum kiválóan alkalmas arra, hogy megnézzük, hogy a SketchUp hogyan építi föl a háromdimenziós modelleket. Válasszuk ki a kiválasztó eszközt, ugye a Space billentyű megnyomásával, és töröljük ki az egyik élt. Én például ezt a hozzám közeleső élt kijelölöm, és a Delete billentyű megnyomásával kitörlöm. Látszik, hogy a kocka belül üreges, tehát ez a program nem szilárd testekkel dolgozik, hanem a modelleket a határoló lapokból és élekből építi föl. Ennek akkor lesz igazán jelentősége, amikor két objektumot majd megpróbálunk egymással metszeni. Egyelőre viszont a továbbhaladáshoz elég, ha ezt tudjuk, hogy lapokból állnak az objektumaink. Ugye szeretnénk visszakapni a kockát, ehhez nem kell más tennünk, mint ezt az élt visszarajzolni, és a program automatikusan a határoló lapokat is meg fogja rajzolni. Az élt a vonal rajzolás eszközzel rajzolhatjuk vissza, ez itt az eszköztárban a ceruza ikonra kattintva, vagy az L, mint line billentyű megnyomásával érhető el, ekkor egy ceruzára változik a kurzorunk, és hasonlóan működik, mint a téglalap, tehát a két végpontját kell megadnunk a szakasznak. Az egyik végpont az itt lesz,
Ez a sarok látszik, hogy most egy zöld körrel fog rá a program, és kiírja, hogy egy végpontot talált. Egyet kattintunk a bal gombbal, majd elkezdjük lefelé húzni az egeret, és látható, hogy kék színű most ez a segédvonal, ami a leendő helyzetét mutatja a szakaszunknak. Ugye, hogyha megállunk az egérre, akkor még azt is kiírja, hogy éppen a kék tengellyel párhuzamosan mozgatjuk most az egeret, és arra felé rajzolunk. Ugye, hogyha eléggé odébb visszük az egeret, akkor átvált feketére ez a vonal. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egyik főirányjal sem párhuzamos, amit rajzolunk, és igazából ilyenkor elég bizonytalan, hogy melyik síkban kerül majd elhelyezésre a kész szakasz. Ezért azt tudom tanácsolni, hogy mindig a fősíkokkal párhuzamosan igyekezzünk rajzolni. Ugye látszik, ha tovább mozgatom az egeret, akkor egy idő után megtalálja a zöld síkot, ha a másik irányba mozgatom, akkor pedig a piros síkot. Nekünk a kék tengellyel párhuzamos rajzolásra van szükségünk, ebbe az irányba mozgassuk az egeret, és itt mutatnék egy hasznos fogást. Ha ebben az esetben a shift billentyűt lenyomjuk, akkor tulajdonképpen zároljuk ezt az irányt. Látszik, hogy kivastagítja a kék vonalat a program. Ez azt jelenti, hogy akárhova mozgatom az egeret a képernyőn, a leendő szakasz az csak a kék tengellyel párhuzamosan tud majd elkészülni. Ez egészen addig így marad, amíg nyomva tartom a shiftet. Ennek gyakorlati jelentősége abban van, hogy például nem muszáj ezt a sarkot megjelölnünk, ahova egyébként rajzolnánk az objektumot, hanem például megtehetem, hogy bárhol ezen az alsó lapon kattintok, vagy mondjuk ezt a jobb alsó sarkot választom ki, akkor is ebbe az alsó sarokba fogja rajzolni a szakaszt. Próbáljuk ki, tehát továbbra is nyomva tartom a shiftet, és ebbe a jobb alsó sarokba bal gombbal egyet kattintok. Látszik, hogy tényleg itt a kívánt helyen jött létre az él, valamint a program újra rajzolta a két hiányzó oldalt is. Ezután a rövid kitérő után térjünk vissza a logó rajzolásához. Ugye az lenne most a feladatunk, hogy ezt a hozzánk közeleső felső sarkot lépcsőzetesen letoljuk. Erre a push-pull eszközt fogjuk majd használni, ugye ez a kihúzás eszköz, aminek annyi lesz a feltétele, hogy először meg kell rajzolnunk fölülnézetben azokat az alakzatokat, amiket majd szeretnénk lefelé lenyomni. Ugye ebbe a sarokba egy kis négyzetre lesz szükségünk, egész pontosan, mivel azt mondtuk, hogy harmadolja majd a lépcső a megfelelő éleket, ezért, és mivel ugye 3x3 méteres oldalhosszúságú a kockánk, ezért ide egy 1x1 méteres kis négyzetre lesz szükségünk. Már ismert módon kiválasztjuk a téglalap eszközt, ugye vagy az ikonra kattintva, vagy pedig az R billentyű megnyomásával. A kezdőpontja az ez a sarokpont lesz. Egyet kattintunk, elkezdjük húzni az egeret a megfelelő irányba, majd minden kattintás nélkül begépeljük az oldalhosszakat, vagyis egy, pontos vessző, egy, és enter. És létre is jött ez a kis négyzet.
figyeljük meg, hogyha a kiválasztás eszközzel most kiválasztom ezt a szélső élt, akkor látható, hogy már nem egy hosszú éllel van dolgunk, hanem a négyzet megrajzolásával kétfelé szedtük az élt. Az is fontos, hogy itt ez a kis szakasz viszont nem duplán van meg, hanem csak egy élt tartalmaz. Ugye még egy ilyen L-alakú vonalat kéne ide berajzolnunk a másik lépcső felülnézetéhez. Ezt megtehetnénk úgy, hogy egy 2x2-es négyzetet rajzolunk ebből a sarokból ide. De ez lehetőséget ad még egy rajzolási eszköz bemutatására, így egy másik módszert fogunk választani, és inkább ezzel a két éllel párhuzamost húzunk erre befelé 1 méterrel. A párhuzamos húzáshoz először ki kell jelölni azokat az éleket, amelyekkel párhuzamos szeretnénk húzni. Fontos, hogy egy éllel nem tudunk párhuzamost rajzolni, ahhoz egy másik parancsra lesz szükség, legalább 2 élt kell kijelölnünk. A 2 élt úgy jelölhetjük ki, hogy először az egyikre kattintunk bal gombbal, viszont ugye, hogyha a másikra kattintunk, akkor az előzőről eltűnik a kijelölés, ezért ha a kontrollt nyomva tartjuk, akkor látszik, hogy a kurzor mellett megjelenik egy kis fekete plusz billentyű, ez azt jelenti, hogy amire innentől kattintunk, az a kiválasztott elemek halmazába bekerül, tehát ha most kattintok erre az élre, akkor látszik, hogy mind a 2 kijelölésre került. Ha az egyiket el szeretném távolítani a kiválasztási halmazból, akkor a shift billentyűt kell nyomva tartanom, látszik, hogy egy plusz-minusz jelenik meg, ez azt jelenti, hogy ezzel a funkcióval hozzá is adhatok és el is vehetek a kiválasztási halmazból. Ezt próbáljuk ki, tehát a shift billentyű nyomva tartása mellett, ha kattintok egyszer az élen, akkor eltűnik a kijelölés, ha kattintok még egyszer, akkor visszakerül. Nekünk ugye ez az állapot kell, ezzel a 2 éllel szeretnénk párhuzamost húzni. Válasszuk ki az eszköztárból a párhuzamos, vagy offset parancsot, ezt az F billentyű megnyomásával is megtehetjük. Látszik, hogy ismét átváltozott a kurzorunk, és az a feladat, hogy az egyik élre látható is, hogy akármilyen messze vagyunk tőle, rá is fog a program automatikusan. Egyet kattintunk, és elkezdjük mozgatni az egeret, és látszik, hogy megjelenik a leendő helyzete az új objektumoknak. Nekünk annyi a feladatunk, hogy a távolságot megadjuk, látható a jobb alsó sarokban, hogy az változik. A megismert módon begépeljük, hogy 1, Enter, és így valóban 1 méteres távolságra létrejött ez a 2 objektum. A párhuzamos rajzolásnak még egy fajta működése van, amikor egy lapnak az összes határoló élével egyszerre rajzol párhuzamost. Ezt kipróbálhatjuk, hogyha átváltunk a kijelölő eszközre a Space billentyűvel, kijelöljük ezt az L alakú lapot, ugye a kék pöttyözés jelzőt ki van jelölve, majd kiválasztjuk a párhuzamos eszközt az F billentyűvel, kattintunk egyet az egyik oldalon, és elkezdjük mozgatni, és látszik, hogy most egyszerre az összes határoló oldallal tudnék párhuzamost rajzolni. Erre most nincs szükségünk, ezért a parancsból az Escape billentyű lenyomásával tudunk kilépni. Ha mindent jól csináltunk, akkor fölülnézetből most már úgy néz ki a modellünk, ahogy azt szeretnénk. Ugye még ha megforgatjuk, akkor még azért nem egészen a várakozásoknak megfelelő. Ahhoz, hogy a mintához teljesen hasonló legyen a modellünk, ahhoz még ezeket az alakzatokat
ki kellene vágnunk ebből a kockából. Ezt a push-pull vagy kihúzás eszközzel fogjuk megtenni, de mielőtt még az eszközt használatba vennénk, tegyük meg azt, hogy a kijelölő eszközzel előre kijelöljük a kihúzó eszköz számára, hogy melyik oldalt, melyik lapot szeretnénk majd kihúzni. Ugye először majd ezt a kis négyzetet szeretnénk erre lefelé eltolni, tehát jelöljük ki a kis négyzetet, ezután válasszuk a push-pull, vagy kihúzás eszközt, ugye a P betű megnyomásával kattintsunk a kis négyzeten, és kezdjük el mozgatni lefelé az egeret. Itt is látható, ugye a jobb alsó sarokban, hogy éppen hány méternél tartunk a kihúzással. Mi pontosan tudjuk, hogy 2 métert kell elmozdítanunk, gépeljük, hogy 2, és Enter, és már is a helyére került. Majd ezt az L alakú lapot szeretnénk lejjebb tolni. Kattintsunk rá, kezdjük el lefelé mozgatni, és tudjuk, hogy ennek pedig 1 métert kell besüllyednie, gépeljük, hogy 1, Enter, és már is a helyére került. Így az objektumunk már elég jól hasonlít a logóhoz. Ugye még annyi a különbség, hogy nem színes. A színezést itt az eszköztár bal felső részén található festékes vödör jelű ikonnal tehetjük meg, vagy a B betűre kattintva. Ha kiválasztjuk az eszközt, akkor megjelenik egy nagy eszköztár, amiben itt a középső legördülő menüben különböző anyagmintákat választhatunk, de vannak sima színek is, mi ezzel dolgozzunk, ez a Colors nevű menü fogja tartalmazni a színeket. Természetesen lehetőség van saját színek kikeverésére is, de a példában mi egy egyszerű piros színt használjunk. Bal gombbal kiválasztjuk, és hogyha kijövünk erről a panelről, akkor a kurzor már egy festékes vödörként jelenik meg, és a modell kifestése nagyon egyszerűen működik. A kívánt oldalak fölé kell vinni az egeret, és egy bal kattintással a teljes oldalt kiszínezi a program. Figyeljük meg a mintát, ugye a vízszintes lapok fehéren maradnak, az összes többit fessük be pirosra. Ne feledkezzünk el a hátlapokról sem. Ha mindent jól csináltunk, akkor látható, hogy eljutottunk addig az állapotig, hogy azt mondhatjuk, hogy megrajzoltuk a SketchUp logóját.